hosszú évekig alternatív színházi műhelyekben ért el, szerintem nyugodtan mondhatjuk, világra szóló sikereket. Ez idő szerint a Nemzeti Színház Társulatának a tagja, emellett az ország egyik leghallgatottabb könnyűzenei énekesnője. Péter Fibori van itt. A borbálát most már egyáltalán nem használod, ugye? Mert 4-5 évvel ezelőttig rendszeresen láttam borbálaként is. Igen, igazából mikor komolyabban elkezdtem az énekléssel, még Amorfördök zenekar idejében az énekléssel foglalkozni, akkor valahogy ez csak így magamnak, tehát a színházban borbálaként jelent meg a nevem, és a zenekarban meg Boriként. Aztán most már végül is csak így használom. Egyáltalán szólít valaki téged borbálának? Az a jó ebben a névben, hogy rengetegféleképpen lehet szólítani, és ezért rengetegféle. Tehát, hogy ez már mindig tudom, hogy ki hogy szólít, tehát megvannak ezek a jellemző becézései személyre szabottan, úgyhogy nagyon, nagyon sokféleképpen szólítanak. Te a borit szereted, gondolom mindenki úgy. Én több mindent szeretek. Elolvastam jó pár interjút veled kapcsolatban, és megmondom, hogy eldöntöttem, hogy rögtön az elején ezt megkérdezem. Találtam egy-két olyan nyilatkozatot, vagy olyan mondatot, hogy nekem az jutott eszembe, hogy szerintem te időnként szórakozol az újságírókkal. Például találtam egy olyan mondatot, miszerint te a dalaidat a nemrég elhunyt macskád emlékére írtad. Ezt te komolyan mondtál ilyeneket? Egyáltalán nem, ez abszolút vicc. Az igazság, hogy amikor elkezdtem egyre több interjút adni, és akkor szembesültem azzal, hogy hát azért egészen érdekes, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak finoman. Tehát, hogy olyan emberek is nevezik magukat újságírónak, vagy egyáltalán ezzel foglalkozó embernek, akik gyakorlatilag szerintem írástudatlanok. De tényleg nagyon-nagyon furcsa. Tehát, vagy hát legalábbis a műveltség IQ-t nem tudom, hogy hol végeznének. És amikor találkoztam egy-két ilyen egészen megdöbbentően felkészületlen és hát borzasztó butaságokat kérdező újságíróval, akkor idézőjelben mondom most az újságírót, akkor volt olyan, hogy egyszerűen nem tudtam mit csinálni, és hogy önmagamat szórakoztassam, vagy valahogy kibírjam. Hát igen, hülyeségeket mondtam. Direkt, hogy magad szórakoztass, átlendítsd ezeken a unalmas interjúszituációkat. Igen, aztán végül is erről leszoktam, inkább aztán később megpróbáltam elkezdeni szelektálni, és ezt kiszimatolni igazából, és hogyha azt éreztem, hogy valami nagyon tévút, akkor inkább letiltattam azt az interjút, ami nem sikerült. De valóban ez konkrétan egy ilyen helyzet volt, hogy annyira felkészületlen volt, és annyira butaságokat kérdezett ez a hölgy, és amikor én ezt így mondtam a szemébe, akkor ezt a teljesen rezenéstelen arccal elhitt. Hát olyannyira, hogy egy nyomtatásban láttam, igen. Tehát most visszakeresve ő lehozta. Igen. Le. Az tudatos vállalás volt a te részedről, hogy például a bulvár újságírásról, vagy bulvár szerepléstől távol tartod magad? Hát ez teljesen tudatos, hát ezt másképp nem is lehetne csinálni. Hát ez egy olyan ostrom, egy olyan folyamatos ostrom, ahogy az ember egy picikét, tehát a neve egy kicsit elkezd a köztudatban jobban szerepelni. És én rosszul vagyok ettől az egész bulvár sajtótól és bulvár médiától. És... Taszít vagy silánynak tartod? Hát nem, nekem ez olyan, mint egy másik világ. Tehát általában nem is nagyon szoktam tudni, hogy kik ezek az emberek, akikről itt szó van. És nem, egyszerűen nem érdekel, nem is akarom igazából minősíteni, hanem a világnak ez a szegmense engem hidegen hagy, és én nem szeretnék ezekben az újságokban és ezekben a műsorokban szerepelni. Még annak árán sem, hisz sokan ezt szokták mondani, hogy a siker vagy a népszerűsítésnek egy bejáratott fóruma? Hát abszolút a bejáratott fóruma, és igen, ennek árán sem. Tehát engem ez ilyen úton elért siker egyáltalán nem érdekel. Ennél fogva nagyon megválogatott, hogy kinek és mikor nyilatkozol? Igen. Mondjuk mi nem fér bele egy szerepvállalásra? Mondjuk szappanopera, reklám, vagy ilyen celebműsor eleve kizárt? Igen. Pont ezért? Igen, abszolút, igen. Hát a reklám az ugye egy nehéz kérdés, mert ugye mindenhol a világban, tehát nagyon-nagyon komoly színészek és nagyon komoly emberek vállalnak reklámot. Hát például George Clooney, hogy csak egy igazi világsztárt mondjunk. És a reklámon igazából úgy vagyok, hogyha egy valami nagyon jó, tehát hogyha lenne például egy magyar olyan kozmetikum, vagy tehát hogyha kapnék egy olyan típusú reklám, vagy olyan divatmárka például, biztos, hogy én nagyon szívesen elvállalnám, de valami kávépótlót, vagy intimbetétet, vagy ilyesmit nincs kedvem reklámozni. Tehát a reklámmal igazából nem ilyen bajom van, tehát azt gondolom, hogy a mai világban ez teljesen elkerülhetetlen a reklám, csak
reménykedek abban, hogy hát majd egyszer megtalál valami olyan típusú reklám, amit van kedvem elvállalni. De úgy alapjáraton jellemző az rá, hogy te a saját utadat járod? Abszolút, persze, igen. És ez a nevezzük mondjuk struktúrán kívüliségnek, azt hiszem, ezt szokták veled kapcsolatban legtöbbször leírni. Ez honnan jön belőled? Ugyanis hát nem, egy meglehetősen konszolidált családból jössz. A szüleid nem mondjuk ugye hippi nemzedék tagjai. Akkor ezt te kitől örökölted, ezt a fajta lázadást, vagy ezt a fajta különállást? Én nem is nem gondolom azt, hogy ez lázadás, vagy különállás. Nyilván az életem is úgy alakult, hogy azzal, hogy engem nem vettek fel gimnázium után a színművészeti, akkor még főiskolára, és elkezdtem ezekben akkor alternatívnak nevezett, most már inkább független színházaknak nevezett társulatokban dolgozni. Ez aztán eléggé meghatározta az én színházi és ízlésemet, ezáltal egyáltalán a művészet, tehát a kiválasztódást, hogy én igazából hova tartozom, engem mi érdekel. És ez valahogy, tehát szerintem ezt inkább kívülről nyomják rám, és ez nem egy, én semmi ellen nem lázadok igazából. Engem ez érdekel, és én ezt szeretem, amit, hogy azt, amit csinálok. Én a jó színházat szeretem, és egyáltalán, tehát nem gondolom azt, hogy a mostani nemzeti és az eddigi színházak között olyan nagy különbség lenne, vagy én szívesen elmentem volna bármelyik másik társulatba, ami jó, hogyha hívnak. Tehát ez nem egy ilyen döntés, hanem egyszer nekem aztán úgy alakult az életem, hogy egy olyan társulatba kerültem, a Krétakör Színház, ami egy világhírű társulat lett, és aztán mi gyakorlatilag a fél életünket külföldön töltöttünk egy olyan 7-8 éven keresztül. Igazából a magyar társadalom olyan, hogy ezeket olyan furán kezeli, mint hogyha ezek valami furcsaságok lennének, és abszolút nincsenek a helyükön kezelve ezek a dolgok. De hát sok mindenben el vagyunk maradva, úgyhogy ez is például egy ilyen dolog, ami... Tehát mondjuk például Berlinben ez úgy működik, hogy egy hasonló karakterű rendező, vagy ugye Németországban, mint amilyen a Schilling Árpád volt a Krétakör igazgatója, az első éve után, amikor megrendezte a nagyon híres előadásait a saját kis társulatába, akkor megkapta az egyik legnagyobb berlini színházat, a Schaubühne nevű színházat, ami 3 hatalmas játszótérrel rendelkezik, és azóta, tehát 15 éve ő ott az igazgató. Hát jellemző a és magyar közállapotokra, hogy szerintem 100 emberből megkérdeznék, hogy ki az a Schilling Árpád, annak ellenére egy hát nagyon Párizsban jeles. Jobban ismerik. Így van, tehát Párizsban jobban ismerik, a Krétakör Színház, és szerintem még én is Párizsban híresebbek voltunk, mint itthon. Ez frusztrált titeket egy picit? Tehát tudomásom szerint a francia kulturális miniszter névre szóló levélben gratulált a Krétakör valamennyi tagjának. Igen. Magyarországon, ha azt mondom, hogy ez viszonylagos visszhangtalanságba telt, akkor elég eufémisztikusan fogalmaztam. Igen. Hát volt egy szűk kultúrfogyasztó színház rajongó réteg, aki nagyon-nagyon tudta, és azért az utolsó időkben, amikor már nagyon pörgött a nevünk, akkor már egyre nőtt a közönségünk. De valóban egyáltalán nem volt ez a dolog a helyén kezelve. Zavart titeket társulaton belül? Nem beszéltetek arról? Ez furcsa érzés, amikor egy francia kultuszminisztertől névleszóró levelet kapsz, úgyhogy itt meg azt se tudják, ki vagy. Ez valóban zavart. Tehát ezt tudni kellett kezelni. Hát szomorú, inkább szomorú volt. De hát úgy éreztük, hogy azért megnyertük ezt a csatát, tehát azt hiszem, hogy azért a végére komolyan elkezdték komolyan venni, és azt hiszem, hogy utólag egy legenda lesz a Krétakör. Ha már ezt a legenda szót említed, járt itt Csákányi Eszter, Scherer Péter, akik valamennyien részt vettek a Krétakör műhelyében. Én mindig azt kutattam, és én, mint kívülálló, még mindig nem tudom Isten igazából ezt megfogalmazni, hogy mi volt a Krétakör módszer lényege. Tehát mitől volt ez más színészi megközelítésben, műhely munkában, mint mondjuk oly sok minden más itt Magyarországon? Nem hiszem, hogy más volt. Szerintem ugyan nagyon-nagyon sok ehhez hasonló, nagyon fantasztikus színházi társulat működött már a 60-es, 70-es években, akár csak a Stúdió K, vagy a Jeles Andrásnak a társulata, de most biztos kifelejtek egy csomót. Tehát azért az avantgárd időszakban azért ez egy nagyon-nagyon komoly dolog volt. Amitől szerintem ez más, egy kicsit más tudott lenni, vagy így el tudott szállni a világban. Egyrészt ugye a Schilling Árpádnak a valóban megkérdőjelezhetetlen zsenialitása, és az a
az, hogy megtalált minket, színészeket, olyan partnerek, olyan munkatársaként, akik tényleg tűzön vízen át, és az egész életünket ennek áldozva dolgoztunk éjt-nappal lát éve, tehát, hogy kellően őrültek voltunk az ő őrületéhez. Ez hogy nézett ki a gyakorlatban? Például voltak ilyen táborok? Tehát abszolút, igen, és igen. Akkor rendszeresen az előadások is ilyen elvonulásokon, táborokban születtek, és a színész, tehát hogy csomó előadást mi színészek hoztunk létre, és minden, tehát rengeteg jelenetet csináltunk, és akkor esténként ezt végignéztük, és aztán ezekből a jelenetekből válogatta ki a legjobbakat Árpád, és aztán azokat rakta össze egy előadássé. Tehát de előadással, de sokféle munkamódszerünk volt, de hát a lényeg az volt, hogy éjjel-nappal együtt voltunk, és éjjel-nappal azzal foglalkoztunk, ami a munkánk, borzasztóan komolyan vettük, az előadások karbantartás, tehát minden előadás előtt lepróbáltuk, de azt szerintem, amikor már a Sirályt 250 egyszerre játszottuk, még akkor is lejártuk előadás előtt a 3,5 órás darabot. Ez Schilling Árpád karizmájának volt köszönhető, vagy ez miért nem tipikus ma Magyarországon? Ez a fajta szenvedély. Hát ez olyan, hogy szerintem ezt most már nem is biztos, hogy tudnánk csinálni. Én például biztos nem, mióta gyerekem van, tehát azért ezek szerintem ilyen csodálatos, áldott évek, amikor valahogy pont úgy találkozik össze egy társulat és egy rendező, hogy erre mindenki képes, mert aztán az élete mindenkinek változik, és ez egy ilyen szerencsés 10 év volt, hogy ez így tudott menni, de azért én hiszek, tehát másképp is lehet nagyon jó színházat csinálni, teljesen a commerce módon, hogy 5 hét próba, és aztán bemutató, és csak 10-től 2-ig van próba, úgy is lehet csodálatos előadásokat csinálni. Tehát nem hiszem, hogy ez itt van a kutya elásva, csak ez nyilván egy speciális dolog volt, és aztán az, hogy el tudtunk indulni a világban, és rögtön az első megjelenésünkkel gyakorlatilag akkora hírre tettünk szert, hogy aztán onnantól tényleg mi lettünk, azt hiszem, hogy a nemzetközi színházi fesztiválok egyik legkeresettebb darabja a Krétakör lett, vagy árucikke. Tudsz mondani egy olyan érzékletes példát, hogy mi nézők is megértsük, hogy például színészként te mivel és mi által lettél gazdagabb és több a Krétakörben eltöltött időszak alatt? Tehát hogy fejlődik egy színész akkor, amikor Schilling Árpád keze közé kerül? Mert Csákányi Eszter is ezt emelte ki. Igen, az biztos, hogy sok nagyon-nagyon nagy hangsúly volt azon, hogy te mit akarsz, és te hogy oldasz meg egy szerepet, és hogy neked mik az ötletei. Tehát nem úgy használt minket, mint nagyon sok rendező, aki általában saját rendezői akaratát ráderölteti, és megszabja neked, hogy te mit mondjál, és hogy mondjál, ami ugyancsak lehet egyébként nagyon jó, hanem sokkal felnőttebb módon kezelte a színészeit. Tehát mi igazából nem is színészek voltunk, hanem társalkotók. És ez egy sokkal nagyobb felelősség, és egy sokkal izgalmasabb feladat volt. Tehát amikor azt érzed, hogy te magad kell kitaláld a darabot, a jelenetet, és minél jobbakat találsz ki, annál nagyobb az esély, hogy a Fekete Ország című darabunk volt, hogy minden egyes jelenetnek meg volt a gazdája, hogy azt kitalálta ki, vagy kik, melyik kis csoport találta ki. És az annyira csodálatos volt, hogy estéről estére, amikor azt játszottuk, akkor tudtuk, hogy én most énekelem a Tűz-tűz című dalt, mint önmagát elégető nő, akkor tudom, hogy amikor ez volt a feladat, hogy erre mert ugye ez újsághírekre készült, 94-es újság Magyarországon történt események alapján csináltunk jeleneteket. És abban az évben rengetegen felgyújtották magukat. És ez volt konkrétan egy jelenet, amire én átírtam a Tűz-tűz című gyerekdal, vagy nem is tudom, kánonnak a szövegét, és mint egy nő, aki elégeti magát, ebből volt egy ilyen kánon, aztán amiben a többiek is bejöttek, és közben megjelent ez a hír. És ezt én írtam ennek a szövegét, és de hát minden egyes színész el tudná így mondani, hogy mely jeleneteket. És így egészen másképp állsz egy előadáshoz, hogy ennyire a személyesen a tiéd. Épp ezért, mert ez egy ilyen jó közösség volt. Amikor véget ért, és Schilling Árpád úgy döntött, ugye a Krétakör vezetője, hogy befejezi. Kicsit a világ is véget ért számotokra, színészeknek? Hát nekem nagyon érdekes a sorsom, mert
Én nekem közben már párhuzamosan volt egy zenekarom, az Amorf Ördögök, ami bár akkor még nem volt semmiféle rádiós játszás, és semmilyen segítség, hogy jobban megismerjék az emberek, de ahhoz képest egy egészen ismert és divatos zenekar volt. Amiből én aztán már kénytelen voltam ki is szállni, mert ugye nem érek rá a színház miatt, és azóta is zeneszerzőm és producerem Tövisházi Ambrus, aki egyébként két utcával lejjebb lakott, ez csak egy érdekesség, hogy jöttem ide, és itt nosztalgiáztam, hogy az első, és még az első Péter Fibori lemezt is itt énekeltem fel a lakótelepi, a Vadányi utcában, igen. Úgyhogy nagyon, nagyon szép emlékeim vannak, kötnek ehhez ezekhez a lakótelepi kanyarokhoz. És na mindegy, zárójel bezárva. Tehát Tövisházi Ambrus folyamatosan zsarolt engem, hogy ha ott hagyom a színházat, akkor csinál nekem egy szólólemezt. És én meg mindig mondtam, hogy nem, krétakör, meg színház. És aztán, amikor 2006 körül már éreztette velünk Schilling Árpád, hogy nem kíván tovább velünk dolgozni, és egyáltalán ezt az egészet abba akarja hagyni, akkor végül is nekem egy új élet kezdődött, mert akkor mondtam Ambrusnak, hogy na, akkor itt van a pillanat, és csináljuk meg a lemezt, és igazából... Akkor el voltál számba, hogy akkor te most énekesnő leszel? Nem gondoltam, nem... Én így nem szoktam tervezni, tehát ebben a szakmában nem igazán lehet tervezni. Egy színész soha nem tudhatja, hogy mikor kap egy jó szerepet, vagy egy rossz szerepet, vagy egyáltalán ajánlatot. Tehát mondjuk ez az izgalom, meg ez a remény, ez mindig ott van. Tehát ez még 70 éves korodban is reménykedhetsz, hogy ez csak lesz egy nagy comeback. Tehát a színészetben van egy ilyen optimizmus, ami jó. Nem volt ilyesmi, csak hogy tudtam, hogy na most vége van ennek a idézőjelbe vett rabszolgaságnak, ami a Krétakör színházban töltött éveket jelentette, és akkor most megcsinálhatjuk a lemezt. És nekem igazából onnan, mint egy rakéta, tehát nekem igazából nagyon jól jött, hogy véget vetett Árpád ennek a társulatnak, mert nekem elindult egy új élet, amiben igazából önmagamat megtaláltam. És ebbe találtad meg igazán önmagam? Igen. Tehát én azért a legeslegboldogabb az utóbbi években a koncertszínpadon vagyok, a saját zenekarommal. Tényleg? Igen. Ez most megdöbbentem, hát elhalmoztak szerepekkel, például a Nemzeti Színházba is. Igen, hát nagyon sokat vissza kellett mondanom, ugye muszáj volt mindig ezzel a két lovon ülnöm. Igen, és abszolút, és tudom, hogy fogok még eljátszani isteni szerepeket, amikben ugyanilyen boldog leszek, de ez akkor is, ez igazán az én gyerekem, és ez én vagyok. Én vagyok érte a felelős, én vagyok egyedül, mert nem egyedül, mert ott van a zenekar, és ugye együtt csináljuk nyilván, de azt, hogy én mit csinálok, hogy csinálom, hogy töltöm ki azt a másfél órát, az abszolút az én felelősségem, az én döntésem, az én, tehát nincs, senki nem szól bele, nem kell senkinek megfelelnem, tehát a legnagyobb szabadság, és hát egész más a rock and roll és a színház. Tehát azért a színházban ott ülnek az emberek, nem feltétlenül miattad jönnek, sőt lehet, hogy utálnak téged személy szerint, mert a másik színésznőt szeretik, vagy a másik színészt. Lehet, hogy egyáltalán csak a feleségük hozta el, és mindjárt elalszanak, és unatkoznak, és borzalmas állapotban vannak. Nem olyan interaktív, nem tudod igazán, hogy most tetszett, nem tetszett. Tapsolnak, mert a magyar közönség nagyon kedves, és tapsol. Külföldön olyanok is vannak, hogy valaki feláll, és elkezd ordítani, és kimegy. Tehát sokkal felnőttebb a közönség. Nem Nálunk lehet az, anélkül nehéz. Pszichologizálni szeretnék. Na jó, csak ezt hogy fejezem be, hogy a koncerten pedig tudom, hogy azok az emberek, akik ott vannak, azok azért jöttek, hogy engem meghallgassanak. Ezt akartam mondani, és, hogy ez az igazi visszaigazolás. És rögtön rögtön érzem, hogy mi van. Tehát egész más, és nekem egy felszabadító, de én borzasztóan élvezem. Ez az igazi visszaigazolás, sokkal inkább, mint volt mondjuk egy színházi társulatban való létezés, nem? Igen, persze, ott is csodálatos élmény, és abszolút ott is éreztük a közönség szeretetét nyilván, csak ez mégis leginkább ez vagyok én azért. És anélkül, hogy most belemennénk abba a kettőségbe, hogy nemzeti színház meg éneklés, mert nem múlik el úgy interjú, hogy erre ne kérdezzenek rá, hogy akkor most énekesnő vagy színésznő. Engem inkább az érdekel, hogy mondtál egyszer egy olyat, hogy a koncerteken azért még Magyarországon előfordul olyan, és most szó szerint fogom mondani, hogy plévödörbe kell pisilni például a koncert előtt. Ugyanakkor... tényleg így. Hogy... Vagy műanyag, a plévödör az már csak egy finom irodalmi túlzás. Ugyanakkor a Nemzeti Színházban profi körülmények, az ország első számú színház tából adódóan olyan infrastruktúra van alátok rakva, hogy az tényleg példátlan Magyarországon. Ez a kettőség, mondjuk amikor szerdán lejössz Irinaként a színpadról, és tapsol 1000 ember, majd utána jön a plévödör csütörtökön, akkor nem kattan át az agyadba, hogy
A büdös életben, hát azért ez hogy van? Nem, engem ez egyáltalán soha nem érdekelt. Ugye a krétakör létben az is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ugye nem, mivel nem kaptunk színházat, tehát egy ideig volt egy kicsi színházunk a Thália régi stúdiója, de azt is elvették valami okból kifolyólag tőlünk. És először ez nagyon bántott minket, de aztán végül is rájöttünk, hogy ha nincs színházunk, nem is kell, annál jobb, mert akkor nem is akarunk mi színházba játszani. És gyakorlatilag olyan extrém helyszíneken játszottunk. Hát akkor te edzett vagy már. Igen, igen. Tehát engem egyáltalán nem érdekel, én bárhol ki tudom magam sminkelni, bárhol fel tudok költözni. Most egy kicsit a hideg, meg hát amikor aztán terhesen koncerteztem, nem volt olyan könnyű. És hát valóban van olyan helyzet, hogy nem gondolnak arra, mondjuk szervezők, hogy amikor a zenész felmegy a színpadra, akkor esetleg szeretne elmenni WC-re előtte. És igen, és akkor olyankor szokott előfordulni az, hogy megkérik, hogy hozzanak egy vödröt. Valóban volt már erre példa. De ezzel együtt is azt mondod, hogy ez a leginkább kedved szerint való tevékenység. Olyannyira, hogy én azt hallottam, hogy időnként lecseszed a közönséget. Tehát ha például nem kellően felszabadultak, vagy nem kellően önfeledtek, akkor odaszólsz például egy olyat, hogy én tőlem érezhetitek magatokat rosszul is, vagy ennél durvábban is fogalmazol, mi akkor is lenyomjuk ezt a koncertet, tessék magatokat jól érezni. Ez igaz? Hát azért nem egészen így van. Valóban sokszor érzem azt az embereken, hogy nem tudnak felszabadulni, pedig nagyon szeretnének. És nyilván ez az is hozzátartozik, hogy a mi közönségünk az, és én ezt nagyon élvezem, és nagyon szeretem, tehát nincs egy, tehát nem csak fiatalok járnak, hanem teljesen vegyes. És nagyon sokszor jönnek idősek, de nem csak középkorúak, hanem akár egészen idősebbek, tehát nagypapakorú. Nem mondom, ezt nem abszolút, abszolút. És én ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy ennyire nem korfüggő a zenénknek a befogadása. De épp ezért sokszor kell, tehát én nagyon sok energiát adok le egy koncerten, és én is tudom befogadóként, hogy olyan sokszor van az, hogy annyira szeretném, hogy engem valaki úgy húzzon el, úgy repítsen el, mert annyira szeretnék felszabadulni, csak nem merek, mert nem szoktunk, mert ennél egy kicsit görcsösebbek vagyunk, meg nem tudom. És azt érzem, hogy egy kis segítséggel, tehát jól esik az embereknek az, hogyha rábeszélik őket, hogy egy kicsit dobják el az agyukat. Mert végül is ez egy ilyen szeánsz, vagy egy koncertnek igazából olyannak kellene lenni, mint egy sámán utazás, vagy nem tudom. Tehát igazából arról kellene szóljon, hogy fogad be ezt a hangos zenét, és kicsit felejtsd el, hogy mi van veled, és ússzál a zenével, és szabadulj föl. És ez szerintem nem korfüggő, tehát nem kell ahhoz 17 évesnek lenni, hogy valaki esetleg ugráljon egy zenén, vagy táncoljon. Adott esetben a nagy papakorú emberek is ugrálnak? Igen, és most már igen, és most már abszolút el tudom ezt érni, vagy nagyon sokszor látom, hogy már azért jönnek, mert már lelkesek, már rákészülnek, és látom az idősebbeket is, hogy milyen jó érzés ez nekik, hogy itt lehet egy kicsit örjöngeni. Neked ilyen problémáid soha nem voltak, ugye? Tehát, hogy ne tudj felszabadulni, vagy hogy görcsök békjózzanak. Nem voltál te soha az a szorongó, vagy gátlásos típus? Dehogy nem, hát abszolút. Tehát azért vagyok színész. Színészek nagy része rettenetesen gátlásos szerintem. Igen? Aki Igen. egyáltalán magamutogatásra adja a fejét, ezt Alföldi Róbert mondta egyszer egy interjúban, az gyakorlatilag mind szemérmes ember, ő azt Igen. mondta. Ez egyetértesz? Igen, abszolút egyetérte. Pont tegnap a Nemzetiben, pont az Udvaros Dorottya mesélte ezt a régi kollégájáról a katonában, hogy ez csak így kifakad, hogy utálom, ha néznek. Igen, ez tényleg így van. Szerintem a színészek nagy része nagyon-nagyon szemérmes, és nagyon sérülékeny. Neked például ez miben nyilvánul meg, vagy miben nyilvánult meg? Hát ez egy olyan téma, hogy igazából én azért nem szeretek erről beszélni, mert igazából ez nem tartozik a közönségre. Tehát a közönségnek azt kell látni, amit lát a színpadon. És hogy a mögött mi van, vagy oda milyen út vezet, ahhoz igazából nincsen köze. Tehát az nem kell látni a nézőnek, hogy ki milyen állapotban és milyen halálfélelemben tölti el a színpadra lépés előtti időt, mert hát az nagyon kemény. Hát ez egy halálfélelem. Ez szó szerint tessék érteni? Igen. Koncerteken is, és mondjuk a Nemzetibe is? Igen. Igen. Hát koncerteken olyannyira, hogy én azt hallottam, hogy nincs úgy koncert, hogy ne kezdeni el azon aggódni, hogy most melyik számba, mikor leszel hamis. És rendszeresen ezt elmondod a
zenekari társaidnak, hogy ja Istenem, most mi lesz? Ez igaz? Hát azért nem, ez azért nem egészen így van. Inkább ez egy ilyen technikai dolog, hogy nagyon különböző helyszíneken koncertezünk, és vannak olyan típusú terek, de ez tényleg abszolút, abszolút egy technikai kérdés, tehát vannak olyan, de itt a stúdióban nyilván tudjátok, ahol nem jó az akusztika, és egyszerűen szét, tehát hogyha egy zenekar elkezd játszani, akkor össze-vissza elkezd a hang ugrálni, tehát nem koncertterem, tehát ugye most már mindenféle, mindenhol rendeznek koncerteket, és erre egyáltalán nem gondolnak, tehát például egy egyetemi buliban, egy üveg aulában van egy koncert, és egyszerűen olyan borzalmasan szól, és az üvegfelület olyan rettenetes fals hangokat dob vissza a színpadra, hogy egyszerűen nem lehet tisztán intonálni. És hát ez valóban, ez mivel mi minden koncertet felveszünk, mert folyamatosan javítjuk, és a hangszerelést, és mindent próbálunk mindig jobbítani, és jobbá tenni, ezért ez is mindig, tehát hogyha tudjuk, hogy ez most egy rossz akusztikájú tér, akkor valóban mindig ezen szoktam szorongani, hogy fú, lehet, hogy hamis leszek, mert nem fogok tudni tisztán énekelni. Azért ilyesfajta maximalizmus jócskán van benned. Azt mondtad, hogy a bulvár újságírás kapcsán, hogy a siker bizonyos értelemben téged különösképpen nem érdekel. Hát dehogy nem, azért nem úgy értettem, hát nyilván az embert érdekli a siker, minden a színpadon lévő ember, tehát abból élünk, nyilván az a kenyerünk, úgyhogy abszolút érdekel a siker, csak nem minden áll, tehát hogy vannak bizonyos dolgok, amiket nem teszek meg azért, hogy sikeresebb legyek. A bulvárba nem megyek el, hogy sikeresebb legyek, viszont maximálisan próbálok, és a zenekarral is erre törekszünk, hogy sokkal még jobbak lenni a siker érdekében nyilván. Arra van neked valami érvényes magyarázatot, hogy neked, hogy szokták ezt mondani, mainstreambe, hogy sikerült bekerülnöd ilyen elementáris erővel a mainstreambe? Én nem tudom, én ezeket a fogalmakat mindig, én ezt sose értem, és soha, én nem így látom a dolgokat. Tehát nekem David Bowie mindig is mainstream volt, holott őt ugye hivatalosan ő egy underground előadó, vagy Nick Cave. Tehát akiket én szerettem, akik engem érdekeltek, és akiket én igazán csodálatos előadóknak tartottam, azok hivatalosan az undergroundba tartoztak mindig, én meg azt gondolom, hogy nekem ez a mainstream. Tehát én nem értem ezt, és nyilván most mainstreamnek azt nevezik, amit mindenki hallgat, azokat a kereskedelmi rádiókban szóló tucat zenéket, amik így már te se tudod, hogy mi. Amikben ugyancsak vannak néha szuperek, és néha meg olyanok, hogy biztos ez a divat nekem nem annyira tetszik. De azt emlékszel arra a fordulatra, hogy mikor következett az be, hogy például 4,5 millió ember nézte meg, töltötte le az egyik videó megosztó portálon az egyik számodat? Azért 4,5 millió, hát azért az ez a szám, a hajolj bele a hajamba, az nyilván egy speciálisan sikerült szám. Valóban nekünk nem is a kedvencünk pont emiatt, mert valóban ez egy kicsit könnyen emészthető, és ezáltal valóban az egyik legsikeresebb számunk lett. Tehát azért a mi szívünkhez sokkal közelebb áll akkor már a Vámpír, vagy a Téged nem, vagy azért van egy jó pár, vagy az Ópium, tehát van jó pár olyan számunk, ami azért ugyancsak sláger, csak mondjuk nem ért el ekkora sikereket, mint a Labamba. Valóban az, de talán azért is, mert nagyon sokan gyűlölték, tehát az valahogy igen, az így aratott az a szám. Meg hát gondolom a Petőfi Rádió jókor, jó időben fölfedezte ebbe a számba, és elsősorban benned azt, hogy érdemes ilyesféle zenére is áldozni. Akár hát nem csak bennem, hát ott egyszerre a Petőfi Rádió egyszer csak elkezdett magyar underground zenét játszani, nem csak minket, hanem rajtunk kívül még kb. 30 zenekar. Tehát azért én nem tulajdonítanám a sikert csak ennek, mert meg lehet nézni, hogy még hány rengeteg magyar zenét játszik, és az nem feltétlenül jelenti azt, hogy sokan lesznek a élő koncerteken. Tehát nem feltétlenül ez a siker titka, de valóban nagyon-nagyon jó az, hogyha egy zenét játszik egy rádió, mert könnyebben jut el az emberhez, tehát ez ennyire egyszerű, hogy könnyebben találja meg a közönségét, hogyha lehet hallani, hát igen, igen, szóval ezért az jó dolog. Ha már a videó megosztókat említettük az előbb, megnéztem jó pár klippeteket készülve erre az interjúba, de az csak nekem tűnt fel, hogy ezek jelentős részében téged lelőnek, megölnek, megsebeznek? Nem, én nagyon szerettem az ilyen típusú szerepeket. De miért? Ne,
Én szeretek ezekkel a dolgokkal játszani. Én nagyon szeretem színházba is az ilyen Az szerepeket. Hát ez, áldozat szerepet? igen, az áldozat szerepet is, de ez nem feltétlenül mindenféle mást is, de valóban igen, ezeket is szeretem. Tehát erről szólt a bűvös vadász, az erről szól, és azt ragaszkodtam, hogy ott legyen egy lövés. Úgyhogy Hát ez lehet, elég igen. nyomatékkal. Igen. Például az elmúlás, vagy a halál foglalkoztat téged? Nem mondhatnám, hogy különösebben így foglalkoztat, hanem az egy jó dolog, hogy az ember színész, akkor ezzel a dologgal el tud játszani. Ezzel. Tehát talán utána nem olyan félel. Nem tudom, ez jó ezzel eljátszani. Hálás színházi szerep áldozatnak lenni, vagy kiszolgáltatottnak lenni? Nem feltétlenül hálás. Nem feltétlenül hálás, de én szerettem az összes ilyen szerepemet. A Jég című darabbal, amiben ugye egy prostituáltat alakítasz, akit inzultálnak többször, azon nagyon megszenvedtél? Azzal nagyon, igen, de hát az egy olyan szerep volt, sajnos most már nem én játszom, mert ugye amikor terhes lettem, akkor leadtam, és aztán úgy éreztem, hogy már nincs kedvem visszavenni. Ez ugye egy világhírű orosz regényből íródott, vagy átirata, a színpadi átirata. Hát abban nagyon megszenvedtem, igen. Hát ott muszáj, tehát ott az, hogy igazán sokkoló legyen a közönségnek az, hogy mit jelent az erő, tehát a gyengébben elkövetett erőszak. És ugye, mert a film, az a baj, hogy ugye a filmrendező rendezte Mudrucó Kornél, és ő folyton frusztrált minket azzal, hogy a film milyen jó, mert ott valahogy kihajtom a színészből, hogy egyszer megcsinálja nagyon jól, az fel van véve, kész, el lehet engedni, de ugye a színházba hogy lehet valamit estéről estére úgy megcsinálni, hogy tényleg sokkoló legyen. És akkor én gondoltam, hogy én ezt valahogy meglépem. De hát igen, ott nagyon-nagyon mélyre kellett, tehát ott nagyon-nagyon sokat kellett felhozni magamból, hogy ezt meg tudjam csinálni, ezt a szerepet. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog volt, igen. Ilyenkor például, amikor kilépsz a szerepből, akkor mennyi időnek kell eltelnie, hogy egyáltalán normális, idézőjelbe téve természetesen, normális civil emberként, Péter Fiboriként tudj létezni? Hát az az érdekes, hogy ez is tanulható, és ez is csúnya szóval végül is rutinná tud válni. Tehát én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy végül is ez a színész szakmának az egyik lényege, hogy ki nyitsz egy ajtót a szívedbe, a lelkedbe, a legmélyebb pokolig elmész, és utána azt visszacsukod, és gyakorlatilag az ember ezt gyakorolja, hogy ezt mennyire gyorsan tudja kinyitni és becsukni. És nyilván az elején, amikor az ember még fiatal kezdő, akkor nagyon sok ideig tart, ameddig magadat ilyen állapotba hozod, és akkor utána viszont annyira megvisel, hogy még napokig az ember csak így kóvályog. Ilyenkor napokig az ember és kóvályog? Hát előfordul. Nyilván ez személyiség függő is, meg szerep függő, és aztán évről évre, hogy az ember egyre rutinosabb, meg egyre többször használja ezt, végül is megtanulja, mint a szakmát, hogy ezt így kinyitod, és aztán így be is csukod. Hát nem mindig sikerül, de hát erre kell törekedni. Egyébként a klipekre visszatérve most már a finishben van a Fehér Éjszakák című lemezzel, ez egyik legnagyobb ilyen projektünk, hogy az összes számra készül klip, és ez most március elején lesz majd látható, az egyik zenei oldalon lesz ennek a premierje. Aztán arra készülünk, hogy talán lesz egy mozis vetítés is belőle, nagyon érdekes, nagyon különleges, különböző világú klippek lesznek, és hát már nagyon izgatottak vagyunk, hogy így egybe megnézhessük. Szenzációs klipjeitek vannak, szóval az látszik, hogy értőkezek által kapja meg a végleges formáját. Nagyon unod, nagyon tele van a hócipőt azzal, hogy folyamatosan mindenki legendás felmenőidről faggat? Hát annyira nem, igazából néha csak úgy csodálkozom ezen, mert annyira azt érzem a mai világban, hogy most már Jékeli Zoltán vagy Ápril Lajos neve ugye igazából... Ugye ő volt a dédapád és a nagyapád. Igen, már nem jelent igazából semmit, tehát azért az irodalom, a költészet és ezek a dolgok egyre inkább távolodnak egy ilyen külön bolygóra, ugye azért a mai fiatalság már egész másban él. Neked ez nagy hátizsák volt? Olyan nagyon nem, mert nem görcsöltettek soha a szüleim, nem volt igazából elvárás. Nyilván az embernek saját maga felé elvárás, hogy mert nyilván érzed, hogy
örököltél valamit, csak ugye fiatalon az ember még nem tudja, nem találja az irányát, csak érzed, hogy ja, én valamit nagyon akarok, én érzem, hogy tele vagyok szenvedéllyel, és olyan jól látom a világot, és akkor aztán ennek el kell kezdeni megtalálni a mesdjéjét. Tehát én is ugye rengeteg mindent csináltam, élsportoló voltam, zongoráztam, szavaló versenyeket nyertem. Tehát tudod, az a kislány, aki úgy mindenben ügyes, és aztán kamaszkorom után jött egy ilyen nagy borulás, hogy jó, oké, de aztán akkor ebből mi lesz, vagy hova, merre lehet ezt vinni, és aztán szép apránként kellett megtalálni. Ebből a szempontból én nagyon későn érő vagyok, mert nagyon sokáig kóvályogtam, meg úgy kerestem igazából önmagamat. Az nem hat frusztrálólag az emberre, hogy körbenéz, én most megnéztem a családfádat, már ami nyilvános, hát gyakorlatilag nincs sikertelen ember a családodban. Hát testvéred ez... író, unokatestvéred hát író, édesapád, szobrász. Hát ez nagyon relatív, hogy mi a siker. Hát nem hiszem, hogy annyira külön-külön ők magukat sikeresnek érzik, vagy érezték. Ugye főleg a dédapám, nagyapám, hát ott azért olyan történelmi időkben éltek ők, hogy igazából sikerül nem is érdemes beszélni. Tehát ott az volt a csoda, hogy túlélték a első, meg a második világháborút, meg az 50-es éveket, meg a mindent. Tehát ugye egész, tehát ott azért nagyon sötét korszakok voltak, és hát mind nagyon szomorú történetek vannak a családban, hogy azért nagyapám is évekig nem publikálhatott, tehát abszolút csak a fordításból élt, meg könyvtárosként dolgozott, tehát azért nem úgy éltek ők, mint hogyha mondjuk ugyanez a család, mondjuk egy francia családfa, akkor azért lehet, hogy máshonnan beszélgetnénk, tehát ugye hát itt mindenki elveszítette az életét, a vagyonját, vagyonát, ugye ráadásul az én családom erdélyi, tehát ugye onnan is el kellett jönni, tehát azért súlyos veszteségek, inkább veszteségtörténetek ezek, mint sikertörténetek. És hát aztán jó, mondod a bátyámat, hogy író, hát ő is az írásból borzasztó nehéz ma megélni, neki is van rengeteg gyereke, tehát inkább ő is a küzdelmet látom, inkább, hogy azt a sok-sok éhes szájat valahogy betömje, és nem azt látom, hogy ő olyan szabad lehetne, hogy azt a fantasztikus tudást, ami az, mert ő tényleg egy elképesztő intelligens, hiperintelligens ember, hogy ő azt szabadon kamatoztathatná, hanem inkább a hétköznapi gondok húzzák le az életét. Tehát én nem érzem azt, hogy itt olyan különösebb sikertörténetek lennének, de hát most a mai világ nem is feltétlenül a művészetek sikeréről szól, ugye főleg eleve a világ gazdasági helyzete, és nálunk aztán az ország helyzete meg még inkább most azért nagyon megbonyolítja ezeket a dolgokat. De azért ti úgy nőtetek föl, hogy könyvespolc hátán? Tehát igen, annyi könyvet láttatok? Igen, és igen, pont olvastatok? Most beszélgettem valakivel, és akkor pont erről is beszélgettünk, hogy vajon az én kisfiam fog-e még olvasni. De hogy igen, hogy én is így mondtam, hogy szerintem én amikor a bölcsőbe először elkezdtem látni, akkor a könyvespolcot láttam csak. Tehát igen, abszolút elképesztő mennyiségű könyv között nőttünk fel, tehát ez tényleg így van. És én tényleg elképesztő sokat olvastam. És igazán, tehát ezek a nagy regényeket, tehát én nagyon-nagyon szeretem, és a mai napig is szeretek is olvasni, most pont az az életszakasz van, amikor nem érek rá olvasni, de majd ez biztos lesz másképp is. És a gyökereiddel, vagy a család hagyományaival mennyire vagy tisztában, mennyire tartod a kapcsolatot például az erdélyi léttel? Bármilyen élményed van? Persze, hát nagyon-nagyon sokat szoktunk menni, és hát rengeteg rokonom él még ott, és ez egy abszolút, ez egy élő kapcsolat. Engem igazából mostanában az szokott felvillanyozni, hogy látom, hogy Románia hogy fejlődik, és hogy húznak el, és hogy azért nem kell ezt olyan sötéten látni, az most egyre, ez egy nagyon, és nekem nagyon sok román barátom van, és én azt látom, hogy ott egy nagyon jó élet lesz lassan. Ha jól tudom, Erdélyben, tehát az erdély szála a családodnak, 4 vagy 5 generáción keresztül református lelkészek voltak. Ez édesapám ága, édesapád ága. Ebből következően titeket vallásosan neveltek? Egyáltalán nem képzel, de szerintem apukámnak a legszörnyűbb gyerekkori emlékei, hogy annyira unatkozott a templomban. Nem. Olyan érdekes ez. Ennek ez érdekes, ellenére... igen, érdekes, mert azért, mikor 4 vagy 5 generáción át hagyományozódik, igen. Az, és én református vagyok, tehát pontosan tudom azt, hogy aki lelkész családba születik, az aztán egészen biztos, hogy nem, vallásos nem, én még csak kapni. Nem is konfirmáltam, érdekes. Nem is konfirmálta? Nem.
Ez érdekes. Igen. Nem is érezted ennek hiányát? Tehát amikor felnőtt fejjel erre visszagondoltál, nem gondoltál arra, hogy... Nem, én örültem neki, hogy ez nem volt ránk kényszerítve. A vallással sincs ilyen formán különösebb kapcsolatod? Nincs. Én inkább a hitre szoktam gondolni, és nem a vallásra. Én azért az egyházakkal nem kicsit hadilábon állom. Te is, ha minden igaz, én ezt hallottam, de lehet, hogy ez csak legenda. Nagyapád Jékel Zoltánnak ott egy barátnő, egy francia hölgy, egy asztrológus, aki állítólag, amikor te megszülettél, akkor elkészítette a te horoszkópot. De mindent tudsz rólam. Hát igyekeztem felkészülni. Ahogy egy színész megpróbál egy szereppel megbarátkozni, én az alanyjal. Ez igaz? És megvan Igen. egyáltalán ez a... Igen, megvan, és nagyon-nagyon érdekes, és teljesen pontos az benne a furcsa. Mi Igen. tartozik a nyilvánosságra? Mit lehet ebből elmondani? Hát például ez a későn érés, ez benne van, és az is benne van, hogy színésznő lesz színház, és az éneklés, és az énekléssel nagy sikere lesz. Ez most szórakozol vele. Nem, esküszöm. Most nem úgy Nekem is nagyon hátborzongató volt. Ez hátborzongató. Igen. Most azért egy pillanatra, Igen. hogy úgy járunk, mint Nekem a annyira hátborzongató volt, hogy én azóta úgy vagyok vele, hogy én annyira szeretnék egy ehhez a nőhöz hasonlóan komoly asztrológussal találkozni. Egyszerűen csak még nem találtam meg a... Mert engem ez azóta is azt érzem, hogy ezzel nem szabad játszani, és engem nagyon érdekel, csak kivárom azt, hogy valahogy az utamba kerüljön egy olyan tudású asztrológus, akivel érdemes lesz majd akár a továbbiakról, akár a kisfiam életéről beszélgetni, mert igen, és én abszolút hiszek abban, hogy a világegyetem az nem véletlenül van úgy, ahogy van, csak nyilván a közvetítőt kell jól megtalálni. Hát ez tényleg hátborzongató. Igen. Szóval az, hogy így eltalálj, és ráadásul még az, hogy későn érő típusként az éneklés hozza meg majd az igazi számodra is kedved szerint való sikert, Igen. hát ez tényleg elképesztő. Igen. Ez tényleg elképesztő. A főiskoláról azért beszéljünk egy pár mondatot, hiszen szerintem egy színész életében meglehetősen fontos időszak, amikor jelentkezik a Színház és Filmművészeti Főiskolára. Te kétszer is megtetted, és kétszer utasítottak el. Egy 10-20 éves fiatal hölgynek, aki erre a pályára készül, nagyon kikezdi az önbizalmát? Ki? Abszolút, persze. Hát ezek nagyon nehéz pillanatok. Talán igazából inkább jobban kikezdte az önbizalmamat az, hogy éreztem, hogy tényleg nem voltam jó. De hogy teljesen jogos, hogy nem vettek fel. És inkább ez volt a nehéz, hogy fogom tudni önmagamat legyőzni. Tehát akkor még annyira féltem, hogy egyszerűen annyira begörcsöltem, hogy nem tudtam. Tehát a versenyhelyzettől? Ne, igen. Meg egyetlen, hogy ki kell állni. Hát szóval attól, ami a lényege a dolognak. Hogy hát, néznek, mered... ahogy néznek. Igen. Tehát attól, hogy néznek, attól egyszerűen meghaltam. És hát aztán ez volt egy küzdelem végül is, hogy ezt hogy lehet legyőzni, és hol szakad át az a gát, hogy ebből eufórikus boldogság lesz, és nem görcs. Marilyn Monroe-ról hallottam, pontosabban olvastam Norman Mailer regényébe egy történetet. Megkérdezte tőle egyszer a barátnője, hogy ha neked 100 mondjuk mértékadónak gondolt hollywoodi producer vagy rendező, 100-ból 50 azt mondaná, hogy te nem vagy elég tehetséges, akkor mit csinálnál? És azt mondta Marilyn Monroe állítólag, hogy ha 100-ból 100 mondaná azt, hogy tehetségtelen vagyok, akkor is tudnám, hogy tévednek. De ez a típus voltál? Hát akkor nem, fiatalon nem. Nekem akkor minden jó szó olyan volt, mint tényleg, mint egy pohár víz a sivatagban. Nem, nekem egy rossz bajusz alatti morgás, ami lehet, hogy nekem nem is nekem szól, de magamnak tulajdonítottam, az egy hónap álmatlan éjszakát tudott okozni. Nekem nem, én nagyon féltem. Azt mondod, hogy ha például ma jelentkeznél a főiskolára, és a versenyhelyzettől való idegenkedésed ma is megvan, akkor lehet, hogy ma sem teljesítenél úgy, mint ahogy abszolút, egyébként tudsz. Abszolút lehet. De tudod, mi az érdekes, nem tudom, hogy neked beszélt erről, Törőcsik Marival, nagyon jóban vagyunk, és ő például nekem mindig mondja, hogy te hogy tudsz fellépni? Tehát ő azt nevezi fellépésnek, hogy nem a színház, tehát nem egy szerep, hanem én, mint Péter Fibori, kiállok és énekelek. Mert azt mondja, hogy ő olyan halálosan izgul, hogy ő nem tud. Tehát, hogy ő csak szerepet tud játszani. Úgyhogy ezt biztos beszéltetek erről. Még előtte, nem interjúban, de előtte igen. mondta, igen. Ő izgul, és... amikor Törőcsik Mariként nyilvánul meg, és nem igen, egy igen, kell beszélni. Igen. Tehát, hogy ez abszolút van még ilyen csodálatos, hatalmas színésznőknél is, mint a Törőcsik Mari, ez a halálos görcs, hogy valamit te képtelen vagy. Ez mondjuk mikor múlt el nagyjából egészébe belőled?
Hát apránként a rutintól, tehát amikor már nagyon-nagyon sok időt tölt az ember színpadon, meg amikor már vannak visszajelzések, hogy ez jó volt, akkor ugye amikor elkezdődik az, hogy olyan emberek, akiket te csodálsz és felnézel, mondjuk szerepet adnak, vagy, és akkor még azt is mondják, hogy jó. Tehát ez szépen lassan épül fel az ember önbizalma, az ilyen típusú embereké, mint én. Egy önmagával szemben igényes színész. Az emlékszik arra a pillanatra, hogy eljut arra a pillanatra, amikor egyszer azt mondja magának egy este, vagy egy előadás után, hogy ez jó volt. Hát ez nagyon ritka. Az olyan pillanat, amikor azt, mondjuk egy szerepnél azt érzem, hogy elejétől végéig olyan volt, amilyennek akartam, az szinte soha nincs. Olyanra te emlékszel ez alatt a tizenvalahány év alatt, vagy 20 év alatt, amikor egyszer azt mondtad, hogy most már megérkeztem valahova, és hogy megcsináltam? Mondjuk amikor Mudrucó, Zsótér, Schilling, vagy Pintér Béla rendezőkről beszélek az alternatív társulatokban, akik mondjuk megdicsértek, vagy mondtak egy olyan jól irányzott mondatot, amivel te tudtad, hogy most úgy nagyjából egészében helyre kerültél? Igen, hát meg de igazából nem olyan, az, hogy megérkeztél olyan is, tehát ez egy folyamatos munka, és ráadásul a színészet az olyan, hogy annyira egy pillanat alatt el lehet veszíteni, meg ott az egy nagyon összetett, nagyon kell az, hogy jó kezekben legyen egy színész, meg ott mindennek kell klappolni, hogy az jó legyen. Ezért mondom, hogy igazából önmagam most, vagy az a amit a legjobban érzek, az a koncertezés, mert azt én csinálom, nem irányítanak, és rögtön érzem a visszajelzést. Úgyhogy inkább ezek csak pillanatok, amikor azt érzed, hogy na most valami sikerült. És volt egy pár olyan szerepem, amikor azt éreztem, hogy ezt elcsíptem, és ezt persze folyamatos munka, de hogy jó úton vagyok. A Nemzetiről azért muszáj beszélnünk pár mondatot. Amikor 2008-ban Alföldi Róbert téged a Jég című darabot látva elhívott a Nemzeti Színházba, akkor volt benned kétely, vagy bármifajta fenntartás is a kőszínházi léttől? Hát egy kicsi biztos volt, inkább az ismeretlentől, meg egyáltalán, hogy én ott hogy fogok helytállni. Hát nem is nagyon az elején, azért nem is nagyon sikerült. Ugye, ott, már hogy érted? Saját magad miért célja szerint? Nem is, a saját magam az egy egyszerű technikai dolog volt, hogy én nem voltam én ilyen nagy színpadon, és ráadásul a Nemzetinek híresen rossz az akusztikája. És hát ott még a legnagyobb színészeknek is azért ott ezt ki kellett tapasztalni, hogy ott hogy kell megszólalni. Én egyszerűen nem voltam szokva ahhoz, hogy ekkora színpadon játszom, és ráadásul úgy, hogy ha oldalra fordulsz, akkor már mindegy is, hogy mit mondasz. Tehát ott egy nagyon, nagyon rutinosnak kell azon a színpadon lenni. Én meg egyáltalán nem voltam az, és ez az első szerepeimben nagyon is érződött. Tehát ott én nagyon megszenvedtem ezzel a technikai dologgal. Azt én rosszul gondolom, javíts ki, lehet, hogy nagyon rossz helyen kapizsgálom, hogy mondjuk az úgynevezett kőszínházi vagy hagyományos értelembe vett színészek és az alternatív társulatba pallérozódó színészek között egyfajta idegenkedés vagy távolságtartás azért szerintem kimondva, kimondatlanul megvan. Te tapasztaltál ilyenfajta idegenkedést, uram, bocsánat, lenézést, amikor te ott betoppantál? Hát idegenkedést egy kicsit igen, de aztán ennek nagyon, nagyon hamar vége lett, amikor például megnézték ott a színészek a Jég című előadást például. De én azt gondolom, hogy azért ez már évek óta csökkent. Tehát egyrészt, főleg mióta elkezdődött például ez az átjárás, hogy a Csákány Eszter vagy a Gyabronka eljöttek a Kréta körbe játszani, elkezdődött egy ilyen teljes összemosódás, a Katona ugye mindig is nagyon nyitott volt, akkor ugye olyan színészek, akik egyébként kőszínházban dolgoztak, mint például a Bodó Viktor saját alternatív társulatot hoztak létre, akkor egyrészt megkerülhetetlen volt, hogy ezek a társulatok milyen elképesztő sikereket értek el, akkor ugye Pintér Béla, most már szerintem sorba állnak a színészek, hogy Pintér Bélánál lehessenek, játszhassanak, ugye volt fiatal színésznő, aki a Víg Színházat hagyta ott a Pintér Béláért, tehát hogy igazából szerintem most már ez egyáltalán nem így van, hanem van jó színház, meg van kevésbé jó színház, és igazából inkább most már fő probléma az, hogy nagyon sok a színész, és kevés a munka, és nagyon sok munkanélküli színész van, és ez nem egy jó állapot most. De amikor te mondjuk beléptél a Nemzeti társalgójába, akkor nem érezted azt, hogy neked itt most bizonyítanod kell? Vagy mondjuk egy próba folyamat közepén? Hát egy kicsit biztos volt ilyen, de azért nagyon sok színészt ismertem, nagyon sok színésszel már dolgoztam, tehát nyilván volt egy ilyen figyelem, hogy na akkor lássuk, hogy mi lesz, és aztán az meg jó volt, amikor aztán azt éreztem, hogy
hogy most már mondják, hogy de az első perctől, tehát például a Garas Dezsővel én nagyon jóban voltam az első pillanatban, amikor az Orestésznek egyszer beült. Nem voltál megilletődve, hogy Garas Dezsővel állok egy színpadon? Meg Törőcsik Marival, meg Bodrogival? De, hát ez persze, hát ez nagyon, nagyon jó érzés, és a Dezső figyelme és szeretete az például nagyon, nagyon jó volt, mert akkor az pont ezt éreztem, hogy fú, nagyon rossz vagyok, és nagyon szenvedek, és ő pedig mondta, hogy mondta Robinak, hogy ki ez a nő, honnan hoztad. Tehát ő nagyon oda volt, és ő szerintem meglátott bennem valamit, amit még nem én, még meg se tudtam mutatni. Persze, ez egy nagyon nagy élmény, hogy velük össze tudtam barátkozni, és például Dezsővel még elég sokat tudtam beszélgetni még halála előtt. Most 2013. február 1-ét írunk, most gyakorlatilag biztosan kijelenthető, hogy Alföldi Róbert távozásával te is ott hagyod a Nemzeti Színházat? Igen, igen, hát ez már meg is jelent, nyilatkoztam is már újságban, tehát ez igen, ez már egy kész tény. Lehet azt tudni, hogy hol folytatod? Nem. Nem tudom. Hát én most inkább ugye elsősorban anyuka vagyok, tehát most inkább ez a főszerepem és a zenélés, és aztán meglátjuk. Az is lehet, hogy kicsit parkolópályára helyezett, vagy félgőzzel fogod folytatni a színészi karrieredet? Hát eddig is úgy csinálom, hát most nagyon sok szerepet adtam már vissza eddig is. Hát meglátjuk, hogy hova hívnak, és aztán majd mérlegelek, hogy tudom. Ez a színészet nagyon nagy rabszolgaság, nagyon nagy munka, kicsi gyerek mellett nagyon nehéz csinálni, úgyhogy eddig is én mindig néztem a gyerekes kolléganőimet, hogy mondom, ezt hogy csináljátok, hogy előző nap délután kapja meg az ember egy e-mailben, hogy másnap próbál-e, vagy nem. Hát ki az a babysitter, hát egyetem hogy lehet? És akkor mindig ők is mondják, hogy hát borzalmas nehéz. Szóval nehéz egy édesanyának egy kicsi gyerekkel színházat csinálni, úgyhogy annyira nem is vagyok elkeseredve, és mondom, mivel a színészet az egy olyan pálya, hogy bármikor történhet csoda, én optimista vagyok. Azért egy mondatot mondjunk Doma fiadról. Megtudtál valami újat az anyaságától magadról? Hát mondjuk persze, amire még hát te is rácsodálkoztál? Hát persze, hát ez mennyi ez idős ő tényleg, most? Másfél éves. Másfél éves. Hát ez tényleg az élet értelme, tehát ez nem is lehet ezt már, nem is, tehát nem, tényleg ez mindennél jobb és mindennél fontosabb, úgyhogy tényleg ez az, aminek egyáltalán értelme van. Most ez a fontos elsősorban, mindenek felett áll. Igen, igen. Örülök, igen, hogy láttunk, és ezt őszintén mondom. Köszönöm szépen, én is örülök, hogy beszélgettél velem. Köszönjük.